Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép délutánon, képzeld el, kint csoda szépen sütőn a Budatorákkal, egy felhő nem volt az égen ma egész nap. Látod? Egy felhő egész nap nem volt az égen. Ami jó, meg nem jó, abban nem volt jó, ugyanis ahogy kint dolgozunk és rettentően égetett a nap, de bekentem magamat a naptejjel, napolajjal, mindennel, úgyhogy nem égtem le úgy, mint ugye múltkor. Amúgy már látod, kezd el lenni a pirosságom, most ilyen átalakul ilyen barnába, csak most ilyen bután nézek ki, látod, hogy tiszta fehér, itt meg kezd, na minden. Úgy legközelebb lehet, hogy leveszem, vagy ilyen cikót veszek, hogy jobban lebarnuljak itt is. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint a Nyuszi eszik egy kis, jaj, répát, ugyanis a Nyuszi, látod? Itt a répa. A Nyuszi szereti a répát, főleg ezt a reszelt répát. Aztán amint megette, nem máshol vagyunk, mint valószínűleg elmegyünk a parkba, vagy valamára biztos, hogy el fogunk menni. Nem fogunk itthon ülni. Itt a Lukas is. Mi a helyzet? Miskola milyen volt? Szokás szerint jó? Amúgy megcsípték a Lukaszt, képzeld le, mit csípték meg? Hondják! Ja, hondja! Három darab. Kettő a lábadon, meg egy Lukas. Na mutasd, hol csipett meg? Á, nem nagy gyöntőbb látni, most te épp most van. Ott van, meg kettő a lábadon, ugye? Ja. Van pici, nem nagy gyöntőbb látni már. Ezekkel a hangyákkal amúgy vigyázni kell. Ilyen nagy hangya volt, nem? Hol vagy? Ja. Ez ilyen nagyobbacska hangyacska, és leült a fűbe a Lukas, ugye? Ugyanis elesett a barátja, oda ment hozzá, leült, vagy nem tudom mit csinált. Mit csinált? Leültél? Beleültél a fűbe? Ja. És ment három hangya, és megcsipette, engem is néha megcsipe, és annyira, de annyira tud fájni, olyan mondom. A Lukaszt ahogy el is küldték az orvosi rendelőbe, ugyanis minden iskolában van ugye ilyen orvosi valami, ilyen rendelő, és kapott ilyen sárga, narancsárga ciblát, amire rá van írva, hogy megharapta a hangya. Ja, ez nem olyan, mint a sárga cédula, amit futásért kapott. Nem kenték be, mit? Jeget raktak rá. Rá van írva, hogy miért ment oda, mit csináltak vele, ugye, hogy ha hazai meg tudja ezt nekünk mutatni, hogy mi történt. Amúgy, fáj még a hangya csipésed? Már nem nagyon. Na mindegy, kimegyünk a parkba, megmutatom nektek ezeket a csúnya hangyák. Ugyanis van többféle fajta hangya, de ezek a nagy hangyák akkorák az elé tudnak harapni, és úgy tud fájni, komolyan mondom. Ha megyünk a parkba, majd megmutatom nektek, hogyha találok egyet, és vigyázni kell velük. Hát ott eszi a Nyuszi a... Nem azt mondtam a hagymát, de nem a hagymát, hanem a... Mi? Mit mondtál? No problem. Csak lefilmezem, hogy eszed a répát, te. Most hova mész? Nem, jól van, akkor nem filmezzük le. Na, mintha nem filmezzük a Nyuszit, hogy eszi a répát. Amit tegnap filmeztünk, ugye Lukas? Ja. Lefilmeztük az autós jelentet reggel 8-tól egészen meddig olyan délig? Ja, olyan 11. 11.30, ja. Ilyen délig, és hogy élvezted a filmezést? Jó, de nagyon meleg volt a végébe. Ja, az elej ugye jó volt, de végre kezdett melegedni, és már mindenki kezdett fáradni, ugyanis ez a jelenet körülbelül egy ilyen 2-3 perces jelenet a filmben, ugye? És egy pár órán keresztül filmeztük, de amúgy élveztük, csak a végére már mindenki nagyon elfáradt. Ja. Mit csinálsz? Titi, aludj ezt a kanállal. Te, Nyuszi, ne bohockodjál. Elkészültünk, elindultunk, hárman megyünk, képzeld el. Jön a Davis, jön a Lukas, aki ott van valahol hátul, megvagy? Ja. Megjövök én. A feleségem otthon maradt. De csak a hárman megyünk el ide, ebbe a közeli parkba, azt nem tudom mit csinálni. Valószínűleg fogocskázunk, rohangálunk, csúsztázunk, homokot, várat építünk. Aztán ma meglátjuk, még mi más fogunk csinálni. Az idő amúgy kezd, nem kezd melegedni, de most már kezd egy kicsit jobb idő lenni. Amúgy még mindig 28 fok van, egész nap olyan jó idő volt, hogy mondtam. Mutatom, éppen megyünk ki. Látod, még mindig sehol felhő. Bár azt mondja, képzeld el, hogy a hétvégére lehet, hogy ide jön a zápor, vagy valami. Ami abban nem lesz jó, hogy hétvégén ugye megint filmezni akartunk, mind a két nap. És esővel nem lehet filmezni, ugyanis túl vizesek leszünk. De ma meglátjuk. Aztán oda nézd, látod, meg is érkeztünk, így elfordulunk most balra, ebbe a kis utcába. Amúgy ez a park itt van tűnik nem olyan messze. Itt minden hónap első vasárnapján bolhapiac van, látod? Itten! Ja, megjöttünk! Ott meg mi történik ott? Te mennyien vannak a parkban? Itt van is sportos valami, vagy én azt hiszem. Na mindegy, mi a gyerek részére megyünk úgyis. Másik parkba megyünk, ugyanis ebbe a parkba nem tudom, mi volt, valami rendezvény, tele volt emberrel, gyerekkel,
te nem féltünk volna bele abba a parkba, legalábbis a gyerekes részére. Én nem tudom. Lukasz, mi volt? Láttad, hogy mi volt? Én vezettem. Ja, én sok volt. Ja, ki voltak ott bólyázva, meg ilyen egyenruhában volt. Én nem tudom, ott futkoráztak össze-vissza. Na, minden. Játunk a másik parkba. Davis amúgy még mindig jól el van ott hátul egymagával, majd a Lukasszal. Na, megérkeztünk a parkba. Lukasz már rohan a, nem is tudom, hova, a hintához. Meg itten sétálgatunk itt a falevelek között. Aj, te, Nyuszi, miért kell sétálni? Ott a járda, látod? Ott egy gördeszkapálya. Te legközelebb lehet, hogy ki kéne jönni egy gördeszkázni, de komolyan mondom. Ahogy keresek majd hondját nektek, azt megmutatom ezt a nagy hondját. Bár biztos, hogy titeket is harapott már meg hondja. Harapott már meg titeket hondja? Én nem emlékszem engem, hogy Kiskoromban megharapott volna, vagy Magyarországon. Itt tudom, hogy megharapott, de nagyon sokszor megharapott. Nem tudom, hogy miért, de nagyon sokszor megharapott. Ezek a nagy hondják, te. Na jó, Lukasz, ahogy hintázni, aki nézi a videómat régóta tudja, hogy én rettentően szeretek hintázni. Lukasz, te is rettentően szeretsz hintázni. Nyuszi, te ebben lejussz a hintába? Nem sok ebbe. Ja, húzzat rá magadat. Pici a sárgán. Ja, de ebbe bele tud, oda néz. Na gyere, beleteszlek, jó? Na Nyuszi, merre rohanunk? Vigyázz! Ahogy az előtt csúszdáztunk, ilyet itt ez a csúszda. Lukasz most mászik azon a mászófalon. Melyik a kedvenced? A hinta, a csúszda, vagy az a mászófa? Ez. Ez? I'm the king of the world! Ja, majd mindjárt leesél, vigyázz magadra. Vagy ez a motor? Én maradok a hintánál. Én nagyon szeretem a hintát, csak nem tudok most hintázni, ugye, mert itt fogok a gyerekekkel. Na mindjárt, a legközelebb. Majd itt lesz a feleségem. Olyankor szoktam hintázni, egymagammal. Hogy a Lukasszal. Na jó, felmásztál a legtetejére? De nem tudod, hol kell lépni, hát ott vannak azok a kilépők, ott a kötél is, ez ilyen egyszerű mászókkal. Na most merre megyünk? Hol az a hangya? Mutassuk meg azt a nagy hangyát. Hoppá! Látod, ez nem az az a hangya, ez az a kicsi hangya. Ennél van nagyobb hangya, ami körülbelül vagy ötször ekkora, komolyan mondom, ilyen nagyobb hangya. Várjál! Nyuszi, hova mész? Hoppá, Nyuszi, egy lépés. Még egy lépés. De. Oda, aztán csúszhatunk. Várjál, szól a telefon. De. Ott. De. Nem fejjel lefelé, Nyuszi. Mit csinálsz? Hoppá. Na, így. Nézd, itt a hí, jön a kamera is felünk. Látod itt a csúszás felé. Így. Mi? Vigyázzál! Na gyere te is! Hoppá! Nem nagyon csúszik ez a csúszda, te! Na kijöttünk rohanni idejét a pályára. Davis, hova rohanunk? Tudod, mit nem hoztunk? Nem hoztunk focilabdát, bár anélkül is lehet rohanni, látod? Meg nem hoztuk el a homokozó lopátunkat se, azt is elfelejtettünk, mindent elfelejtettünk hozni. Az a szerencsé, hogy inni azt nem felejtettünk el. Ja, látod, hogy ez milyen focipálya? Ez nem olyan, mint a rendes focipálya, mint Magyarországon, hanem ez az a röbis focipálya. Amúgy általában mindenhol ilyen röbis focipályák vannak. Itt egy, ott még egy, itt egymás felettek, ott egy nagyobb, ott ez mögött. Ott is van egy ilyen nagyobb röbis focipálya. Ilyen rendes focipálya. Nem nagyon találni, nem látni. Na várjál. Mi helyzet? Mi helyzet? Úgy rohanunk. Itt aztán lehet rongálni. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, közben Lukasz neki jár tanulni. Már lassan végez, ugye? Lassan végzel. Mássácsak az írás van neki. Meg kell írni ezeket a szavakat egy párszor. Amúgy még mi van vissza? Sok. Már nem sok. Matematika még vissza van, vagy nincs már vissza? Nincs. Kész. Jó. Akkor az vissza, majd nincs vissza. Davis az közben ott játszik. Én meg mutatok valamit. Mutka, mit vettem. Pénteken? Vagy szombaton? Nem tudom. Ilyen csokit vettem, de mégse csoki, hanem ez a naturális csoki. Mutatom, hogy milyen a belső is. Van benne magyaró, van benne csoki, van benne barac. Minden van, ilyen naturális valami csoki, a múltkor egyet ettem, nagyon megízlett, és most vettem egy ilyen másik fajtát, ez is elmegy, nem a legjobb.
Így néz ki a csoki, látod? Mindjárt ráfókuszál, legalábbis nagyon remélem. Van benne csoki, van benne... mi van benne? Ilyen baracos valami, meg csoki így az alja, látod? Ilyen csoki-csoki. Ez sem olyan rossz, de nem olyan, mint a másik. A másik elfelejtettem, hogy milyen volt, és a Lukasz múltkor kapott egyet. Ő nem ette meg, én megettem, és a papírját elfelejtettem eltenni. De, na mindegy, ez is elmegy. Ezt a csoki darabot most megeszem. Amúgy egy ilyen csokit meg tudok enni körülbelül egy olyan 2 nap alatt, 3 nap alatt. Ezt már körülbelül mióta eszem? Ilyen 2 napja eszem most már, ja? Úgyhogy már csak ennyi maradt belőle, látod? Úgyhogy ezt most megesszük. Hello? Mi van nálad? Mi? Mi van nálad? Nyuszi! Mit csinálunk? Te! Gyere, te is bent leszel. Aztán, hova forduljunk? Ide forduljunk. Ha jó legyen a fény. A héten valamire lehet, hogy megmutatok nektek az új meleg szemvicsemet, amit tegnap este csináltam. Már biztos létezik ilyen meleg szemvics, ez az én fajta meleg szemvicsem. Ilyen rendes meleg szemvics, van rajta szósz, ugye? Van rajta sonka, van rajta lágy tojás, van rajta sajt, uborka, és még mi más? Ja. Úgyhogy lesz, hogy megmutatom nektek, hogy mondjad. Ja, megmutatjuk neki. Hogy hogyan csinálom? Hát, ha valaki ki akarja próbálni. Nekem nagyon ízlet. Neked is nagyon ízlet? Ja, mit énekelsz? Ja, éneklünk. Opa! Játszunk! Még a Lukasz tanul, addig itten próbálunk csöndbe játszani. Ugye, Nyuszi? Mit csinálsz? Ugye a sátor már el van szakadva több helyen, komolyan mondom. Nyuszi elszakította. Ja, mert mindenhova húzogatja, meg rángatja. De azért még lehet vele játszani. Hova mész? Látod, a sátor ezért is szakad. Mindenki húzogatja ezt a sátra. Te! Nyuszi, vigyázz a fejedre! Vigyázzál! Kijátszottunk magunkat, tanultunk is, mindent csináltunk, elment az a délután, látod, kezd sötétedni. A múltkor valaki kérdezte, hogy nálunk mindig ilyen korán sötétedik, ugye most már lassan nyár lesz, és jelenleg 7 óra lesz, 7 perc múlva, és ilyen sötét van kint, látod? Nálunk nyáron is korábban sötétedik, tehát nem korábban, hanem nem úgy, mint Magyarországon, mert tudom, hogy Magyarországon nyáron olyan 9:30-kor sötétedik, és nálunk 9:30-kor már rettentő sötét van. Tehát ilyen 7 óra körül nyáron is lemegy a nap, és sötét van mi nálunk. Télen olyan 5:30 körül már sötétedik, de ilyen tavasszal, ősszel, nyáron olyan 7 óra körül. Úgyhogy, most ezt a videót én lassan befejezem. Amit akartam mondani, sorsolás, valószínű, nem valószínű, a csütörtöki videóban lesz, ugyanis még mindig küldtök nekem kihívásokat, videókat, amúgy mindenkinek tényleg meg szeretném köszönni ugye sok kihívást, a videót. Egy párat kiválasztottunk már belőle, vagy én kiválasztottam belőle, ahol amiket majd valószínű, hogy meg fogunk csinálni a filmbe. Mindegyiket nem tudjuk megcsinálni, mert az képtelenség ugye mindegyiket megcsinálni. De amennyit meg tudunk, megfogjuk és be fogjuk mondani a neveket is, akik küldték nekünk. Aki meg videót küldött, ugye valószínű, hogy bent lesz a kihívás, hogyha nem is csináljuk meg, de a videód valószínű, hogy bent lesz a filmben, valami úton, módon, és ugye, ahogy mondtam, még mindig filmezünk, a következően egy pár hétben még szerintem filmezni fogunk, amúgy az előbb nem mást írtam, mint ugye, hogy mi fogunk filmezni most a hétvégén, ugye előre, ilyenkor általában előre megírom pár nap előtte, hogy mondjuk a szombati napon ugye mit fogunk filmezni, mit kell magunkkal vinni, hogy véletlenül valamit elfelejtsünk, hova fogjuk rakni nagyjából a kamerát, hogy mit akarunk, hogy mit lássunk, meg ugye a hasonló dolgokat. És amit a hétvégén akartam, le akartam filmezni, hogy hogyan filmezünk, de használtuk mind a két kamerát, ahol sokáig tartott ugye a filmezés is, és nem volt időm, de a hétvégén, hogyha lesz időm, majd csinálok ilyen jeleneteket, ahogy filmezzük a filmet, és bár lehet, hogy a vlogba beleteszem majd, úgyhogy majd meglátjátok, majd kiderül. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni attól, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani, a Davis ott kiabál, lehet, hogy halljátok, lehet, hogy nem halljátok, éppen fürdik, sziasztok!